következő előadánk pedig Taigás Judit, akit arra kérünk, hogy az UMFB gyakorlatáról mondjon nekünk valamit, meg hát persze a minisztériumban is volt, és hát nagyon fontos szerepet játszott az irányításban, meg a finanszírozásban. Úgyhogy Judit, most tiéd a szó. Parancsolj. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszéltek egy pár szót itt, a többieket hallgatva arra jöttem rá, hogy én igazából csak egy átutazó vagyok, és ezért külön köszönöm, hogy lehetőséget adnak, hogy megszólaljak. Itt a felkérés az tulajdonképpen erről az időszakról szól. Én 83 és 87 között dolgoztam az OMFB-be, ami egy annyiban mindenképpen izgalmas időszak volt, hogy a számítástechnikai központi célprogram záró időszaka, és az elektronizációs központi fejlesztési program indítási időszaka volt, tehát egy, mondhatnám így, szakmailag izgalmas időszak volt. Azt gondolom, hogy az OMFB-ről nem lehet úgy beszélni, hogy ne említsük meg. Hát mindenkinek Sebi volt, tehát Sebit, akire én akkor úgy éreztem, hogy egy hihetetlen határozott, nagyon tudatos ember. Hát elnézést, muszáj hozzátennem, a nőket, női beosztottakat azt úgy szerette, a csendben maradnak, és inkább csak ő mondja meg, hogy hogy legyen, de ő nagyon tudta, hogy mit akar. Mégis közben olyan emberekkel vette magát körül, akiknek fontos volt, hogy egy-egy szakmai tudása, ismerete legyen. És ugye Pál László volt az, akihez maga a számítástechnikai központi célprogram tartozott. Nyilván én elég sokat tanultam tőlük, úgyhogy elsősorban őket akartam itt megemlíteni. Amikor az OMFB-be kerültem, akkor ott ugye úgy dolgoztunk, egy-egy, én a számítástechnikai szaktitkárságon voltam, de ott sok téma tartozott hozzám. Azt gondolom, hogy ebből az időszakból nekem legalábbis muszáj megemlítsem, hogy maga az egész számítástechnika oktatás akkor indult abban az időszakban, Párizs György vezetésével. Akkor készítettünk egy nagy statisztikai rendszert, amelyik egyáltalán a számítógépes tevékenységek felmérését próbálta valahogy osztályozni Nádudvari Zoltánnal. Készült akkor tanulmány arról, hogy az elektronizáció hogy hat majd a munkaerő struktúrára, és ezt látjuk, hogy ez a technika fejlődésével újra meg újra felmerül ez a kérdés, hogy most a mesterséges intelligencia kapcsán megint csak ezzel foglalkozunk, hogy mi történik majd, milyen munkaterületek szűnnek meg, vagy jönnek majd létre. Annyit itt mindenképpen megemlítenék, hogy akkor az volt a legfontosabb következtetés, hogy ott okoz gondot, ahol a képzettség alacsonyabb fokú, és az igazán magas műveltségre, a szakmai képzettségre egyre nagyobb szükség lesz, tehát nem igazán ott kell félni. És hát amiért a felkérés ugye hozzám megérkezett, a Jávor Andistól, az az orvos szakértői rendszerek voltak, illetve az orvos szakértői és a hematológiai rendszer. Hát nem is tudom, mit mondjak, támogatása, finanszírozása tartozott akkor hozzá. És akkor én egy hajszányit hadd térjek vissza, mert hogy az OMFB-ben miért is került hozzám az egészségügy, hiszen ott volt Szepes Robert, aki addig az orvosi műszertechnikát és ezeket összefogta és vitte. Most azért, mert hogy én előtte 78 és 83 között az ESZTÉK-be dolgoztam, tehát viszonylag sok egészségügyi szakmai kapcsolatom volt, és úgy gondolom, hogy egyrészt engem még Mádi Géza vett fel, aki orvosszervezőként elég hát sokat nyújtó személyiség volt, de én úgy tartom, hogy hiszen mondhatom nyugodtan, hogy akkor elég fiatal voltam, Balogh János sok tekintetben tanítom volt, és rengeteget tanultam tőle. Én nem tudom, hogy itt a teremben ki mindenki találkozott annak idején hozzá, vele, de azt gondolom, hogy sajnos nagyon kevés adat maradt fent róla, vagy én keveset találtam, mondanám is, hogy aki tud az életútjáról valamit, azt köszönettel vennénk. Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos, amit ő tett az egészségügyi számítástechnika érdekében, hogy amikor az ESZTÉK igazgatója volt, akkor volt ez a nagy szervezési intézetek leépítése, szűkítése, vágjunk le egy darabot belőle. És akkor Balogh János úgy döntött, hogy más intézményekkel ellentétben, nem ezt a mindenhonnan egy kicsit, és az majd nem annyira látszik,
választja, hanem tulajdonképpen a szervezési osztályt, orvosszervezőket küldte el, bár ő maga orvosszervező volt, annak érdekében, hogy a számítástechnikai terület ne sérüljön. Hanem abba bízott, hogy az majd hosszabban fejlődhet, ebbe igaza is volt. Ez volt az egyik, ami nagyon érdekes volt. A másik, hogy ő úgy beszélt a vezetőről, tehát mint igazgató, hogy tulajdonképpen egy munkamegosztás van, neki ez a tevékenysége, és a vezető nem különbözik érdemben a többi kollégától, csak hát neki a munkamegosztásba ez a feladat jutott. Ennek megfelelően nagyon sok mindent meg lehetett vele beszélni. Ugyanakkor az ESZTIC-hez tartozott 79-től morbiditási adatok feldolgozása, nemzetközi statisztikai rendszerekhez küldtünk adatokat, és az orvos nyilvántartás, aminek akkor mindenféle sok gondja volt még, hiszen viszonylag egyszerű számítástechnikai eszközök tartoztak hozzánk. És akkor még egy pár szóval én hadd elevenítsem fel, hogy nekem akkor azért volt viszonylag széles, tehát az OMFB-be érkezve széles szakmai kapcsolatom, hiszen maga az ESZTIC-ben én az úgynevezett koordinációs osztályt vezettem, ennek megfelelően az ország összes olyan intézményével, amelyik ahol már volt számítástechnika és az orvosi számítástechnika központi intézményei voltak, kapcsolatot tartottunk. Itt Szekszárdon, nem, hát az úgy korrekt, először még a Hutás Imrét megemlítem, ugye, aki akkor a SZAB vezetője volt. Én voltam a titkára, tehát így viszonylag szerencsém volt sokat találkozni vele. Tehát ő is egy olyan személyiség volt, aki sokat tett az egészségügyi informatikáért. Én még talán együtt dolgoztam egy kicsit Köröztös Vincével, András nem kell külön említeni, Bordás Istvánnal. Szegeden az említett Győri Istvánnal találkoztam. Hát a SOTÉ-n, illetve tulajdonképpen az orvos továbbképzőn, de akkor az még oda tartozott a SOTÉ-hoz, valamennyire ugye Antalócival és Kékesedivel dolgoztam együtt, erről majd beszélnék, és a Korányiban Asztalival és Ajkai Zolival arról is majd még egy kicsit beszélnék. Tehát tulajdonképpen azt szerettem volna érzékeltetni, hogy tényleg ezekben a bázis intézetekben indult el, és viszonylag szerencsés voltam, hogy ilyen érdekes emberekkel találkozhattam. Az OMFB-ben az volt az elképzelés, hogy elkezdünk olyan szakértői rendszereket létrehozni, aminek tulajdonképpen az lesz a célja, hogy a körzeti orvosoknál, ugye akkor még körzeti orvosok voltak, biztosítjuk azt a tudást minden egyes szakmából, amelyik segíti őket annyira, hogy az akkori lehetőségeknél tovább kezeljék a betegeket biztos háttértudással, és a rendszer majd szól akkor, amikor, na most már aztán szakemberhez kell fordulni. És ez tulajdonképpen az volt az elképzelés, hogy különböző szakmákból összegyűjtve a szakértői rendszereket építjük majd össze. Ehhez a fejlesztéshez a számítástechnikai hátteret a számalk adta, és Aszalós János volt tulajdonképpen, hát nem is tudom, hogy mondjam, ebbe a nagy projektbe a partnerek, mert ő jött a számak részéről, természetesen a számakból több más programozó is részt vett, de Jánossal jártuk, szabályosan jártuk ezeket az intézményeket, ültünk sokat az orvosoknál, és próbáltuk összerakni ezeket a rendszereket. Én csak úgy felvetíteném, hogy amikor mi erről ábrándoztunk, hogy mindez majd valahogy együtt összefér, és beszélgetni fog, és megoldja, akkor ugye a számítástechnikai háttér azért még elég visszafogott volt ahhoz az elképzeléshez képest, amit mi, hát nem tudom másképp mondani, mint nagyon, nagyon meg akartunk valósítani, mert úgy éreztük, hogy borzasztó nagy szükség lenne arra, hogy mondhatnám egy kicsit úgy is, hogy azokon a vidéki területeken is, ahol esetleg rosszabb az ellátás, valamilyen egységesebb és magasabb szintű ellátást lehessen biztosítani. Tehát, igen. És akkor, hát említettem, hogy tulajdonképpen naivan mi jártuk az orvosokat és beszélgettünk velük, és hát rengeteg olyan kérdésünk volt, amire megmosolyogtak minket, vagy olyan választ adtak. Én szoktam néhányszor idézni ezt, amikor kérdeztük, hogy na jó, de honnan tudja valamire, és akkor például az Antalócia azt válaszolta, hogy honnan tudom, majd ránézek a betegre, és látom. Na de honnan látja? Hát a szájáról. De hát mit lát a száján? Hát látom a változást. És akkor így próbáltunk, és nagyon hosszan tartott akkor nyilván, hogy fogalmazom, az akkori orvosok számára is a számítástechnikai megfogalmazások még másképp jelentek meg. Mi se tudtunk olyan pontosan kérdezni, mint később,
De ezek a beszélgetések valahol hihetetlen érdekesek és fontosak voltak, mert mégiscsak azt jelentették, hogy valahol, hadd fogalmazom, hogy két szakma valamilyen szinten elkezdett egymáshoz közeledni, és hát ez mégiscsak nagyon régen volt, amikor még Érdemben arrébb voltunk. Hát itt a kardiológiai rendszer létrehozása kapcsán beszéltünk velük sokat. Hát nem is akarom mondani, hogy aztán még Kékesedével mindenféle alapítványt létrehoztunk, egyebeket, hogy az álmaink megvalósuljanak. És tulajdonképpen itt én felvetíteném azt, hogy az, amiből akkor elindultunk, és ami akkor lehet, hogy valamilyen szinten nem teljesült abban a formában, úgy, ahogy elképzeltük, de mégis a magja volt annak a lehetőségnek, hogy létrejöjjenek azok a kardiológiához kapcsolódó rendszerek, amelyek végül is valamilyen szinten ezt a szolgálták és elősegítették. Igyekszem valahogy ezeken gyorsan túl lenni. Indítottunk ilyen rendszert a korányiba is. A Tajkai Zoltánnal és Naszladi Attilával dolgoztunk együtt. Nyugodtan mondhatom azt, hogy ebből a rendszerből végül is így nem lett, ez nem valósult meg szakértői rendszerként, de ugyanakkor nagyon sok olyan érdekes dolog merült fel, hogy egyáltalán hogy lehetne olyan rendszereket csinálni, ahol az egy térben lévő, hát nem vagyok orvos, úgyhogy nem mosolyognak meg nagyon, de mégis ez volt ott a fő kérdés, hogy a tüdő és a kardiológia azok valahol egy térben jelentkező, együtt megjelenő eseményeknek a közös feldolgozása, ezzel sokat foglalkoztak, illetve felmerült már akkor ott, amit szintén csak említenék, az előzőben is elhangzott, ez tulajdonképpen az egész tüdőszűrő hálózatnak, hogyan lehetne majd a tüdőszűrő hálózatra olyan rendszereket telepíteni, amelyek a betegségmegelőzés és egyéb kérdéseket megoldja, és ez tulajdonképpen aztán a rendszerváltás kapcsán nem valósult meg. Ennél sokkal sikeresebb volt, és sokkal több minden megvalósult a gasztroenterológiai rendszer kapcsán, amelyik szintén Szekszárdon indult el, Simon László főorvos szakmai vezetése és Jávor Andrássék együttműködése kapcsán, ahol ugye egy gasztroenterológiai rendszernek a létrehozása indult el, ami szintén úgy indult, hogy majd ennek a nagynak lesz a része, de végül is önálló életet élve jött létre. Megint azt kell mondanom egy kicsit, hogyha megnézik, hogy ugye az első változatok valami hihetetlen számítástechnikai eszközökön valósultak meg, és onnan léptek tovább, és hogy hát lehet ezt mondani, hogy én mindig úgy éreztem, hogy le a kalappal azok előtt, akik ilyen szinten megvalósítottak már valamit, és tulajdonképpen a technika fejlődésével léptünk egyre tovább és tovább. És tulajdonképpen ezek a rendszerek részint a szekszárdi kórházi rendszerekbe beépülve ugye hosszan segítették a betegellátást. És akkor volt egy, mondhatnám azt, hogy ebből egy kicsit kilógó rendszer még, ami szakértői rendszerként keletkezett. Ez a Computerkis szövetkezetnél a Metabolics Expert. Ez azért lógott ki minden tekintetben, és akkor erről is hadd mondja két szót, mert ugye ez egy kis szövetkezet fejlesztése volt, és ott volt egy ilyen nagy, nem is nem biztos, hogy nagy, de hát mondjuk kb. Annyi, amint most így együtt ültünk egyszer szakértői rendszerekről beszélgetve, és mindenféle kérdést tettek fel, többek között Darvas Ferének is valamilyen kérdést, amire azt válaszolta, hogy ne haragudjanak, én erre nem válaszolok, hát ez érték. Ez a tudás, ez érték, mi ebből élünk. És akkor még ott a rendszerváltás előtt először fogalmazódott az meg, hogy hát tulajdonképpen hogy is van ez a tudás átadás. Meddig és milyen szinten? Ugye, és itt felvetődött az a kérdés, hogy ezek a szakmai tudományos szervezetek mennyire életképesek. Hát én úgy érzem, hogy az egyik probléma aztánképpen ott jelentkezik, hogy rendszerváltás előtt ez olyan természetes volt általában, hogy ki a tudását megosztja. Aztán ez egyszer csak másmilyen értéké változott, és ezért nehezebben osztjuk meg talán. És itt tulajdonképpen nekem akkor ez egy ilyen döbbeltes élmény volt, maradandó élmény, hogy hát igen, hát nem mondunk el mindent, mert esetleg az másmilyen hasznot is hozhat.
És akkor én említettem még, hogy itt az OMFP-ből, nem tudom mi a jó szó, támogattuk, valós, az Országos Hematológiai és Vértranfúziós Intézet számítógépes rendszerét, amiért részint a Holán Zsuzsa ugye dolgozott, hogy a támogatást megkapja az OMFP-től. Másrészt Olti Ferihez tartozott ennek a vezetése, és akkor én itt most a Feri kapcsán hadd említsek meg még valamit. Szóba került az, hogy az Informatika Történeti Fórum honlapján fent van egy tanulmány az egészségügyi vagy orvosi rendszerekről, amit elkészítettünk, de amiről mi is tudjuk, hogy nem teljes, messze van a teljestől. Mindjárt befejezem. Jó, és akkor azt szeretném csak mondani, hogy a Feri, aki azt elolvasta, volt olyan, nem tudok más szót használni, korrekt, hogy a hiányt pótolva megírta a hematológiát, és hát, hogy én mindjárt, ha itt még van olyan ember, aki azt elolvasva érzékelni, hogy hiányzik belőle, akkor megköszönnénk, ha azt pótolná, és örömmel vennénk. Egy szó még ezt, erről még ha emlékezzek meg, hogy tulajdonképpen ugyanebben az időben ugye még az Ipari Minisztérium volt, támogattuk a Rolitont, mert az is egy komoly számítógépes rendszer volt, és nagyon hamar működőképes volt az a Művese állomás, ami szintén abban az időben született, és a Medicornál. Többet nem is akarok mondani, jó? Kész. Köszönöm. Köszönöm szépen Taigás Juditnak az előadását. Felejthetetlen élmény volt azért az OMFB-be bemenni, és mi szekszárdiak is nagyon sok mindent köszönhettünk. Nagy gép, kis gép, sőt aztán később VAX is került a rendszerbe hozzánk, és ez mind az OMFB támogatása volt. És az egy külön dolog volt, hogy Szepes Robit hogyan kell behálózni, hogy gyakorlatilag megpuhítsuk a lelkét és a szívét, hogy arra rá tudjuk venni, hogy valamit tegyen az érdekünkben. Köszönöm szépen Juditnak, hogy ezt felvázolta ezeket a múltbeli kérdéseket.